az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. Szakállas bácsi, SZDSZ alapító relativizálja a pedofíliát. Ott vagyunk már? Belebegtette a kivonulást az Európai Unióból a Soros Birodalom. Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Hírefem közös műsora. Én Szíriák Imre vagyok, mai vendégeink Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, Szervusz Laci. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. És Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, Szia János. Szervuszok, üdvözlöm a hallgatókat. Annak idején még lemondásra szólította fel az SZDSZ semmilyen Zsoltot, a KDNP elnökét, mert azt merészelte mondani még 2005-ben, hogy szavazzon az a liberálisokra, aki szeretné, hogyha a tizenéves fia első szexuális tapasztalatait egy szakállas bácsitól szerezze. Most viszont interjút adott egy a Dollár Média egyik zászlós hajójának, Kőszeg Ferenc, az SDS és a Magyar Helsinki Bizottság egyik alapítója, egy szakállas bácsi. Az interjúban hosszú fejtegetésbe bonyolódott, amelyben a pedofíliát kezdte relativizálni. A jobb oldalnak megint igaza volt? Nem tudom, ki kezdi? János? Hát szülőként sajnos, azt kell mondani, hogy sajnos igen. És, és azt is el kell mondanunk, hogy azt gondolom, hogy le kell szögeznünk azt, hogy a pedofilia mozdotása az semmilyen színben nem megengedhető. Talán azt is érdemes elmondani, hogy itt a baloldal által egy körbeajnározott és igazodási pontnak tekintett személy szólalt meg Köszeg Ferenc esetében. Ugye az csak az egyik dolog, hogy a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztjét bal egy baloldali szociálista kormány adományozta neki, és tartotta méltóra ennek, de még az előző évi választás során is igazodási pontként jelent meg, hiszen sorra jelentek meg, a, egyébként a dollár baloldalnak nagyon úgy tűnik, hogy a külföldi által kiválasztott uh, miniszterelnök jelöltje melletti uh, írásai, uh -huh. uh, kiállásai. A, tehát ez a fajta pedofilmosdatás semmilyen szín alatt nem megengedhető. Ő ugye arról beszélt, hogy itt nem kell büntető jogi kategóriákban gondolkozni, de büntetőjogi kategóriákban kell gondolkodni. Károsnak nevezte azt, hogyha hatósági fellépés történik egy ilyen esetben. Azt gondolom, hogy mi, akiknek gyerekeink vannak, és ebben az ajándékban részesültünk, és ezt az ajándékot kincsnek tartjuk. Úgy kell, hogy gondolkodjunk, és minden jó érzésű szülő így gondolkodik, hogy igenis minden eszközzel meg kell akadályozni az ilyenfajta eseteket. És itt a hatósági eszközöknek is szóba kell jönnie, hogyha az én gyermekemről van szó, akkor azt gondolom, hogy minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy a saját gyermekeinket megvédjük és megvédessük, hiszen ránk bizattak. Hogyha egy kicsit távolabb lépünk, és uh, megpróbáljuk elemzőként is uh, át, át Egy a közbe szólhatnék. Lassan. Azt nem lehet mondani, hogy kőszeg ne lenne hű a saját elveihez, hiszen elmondja ugyanebben az interjúban hogy az ő gyerekére is nyomult egy pedofil az iskolában, és ő maga úgy döntött, hogy ezt nem különösebben foglalkozik vele, ami szerintem szülőként is egy hatalmas kudarc. Nem is beszélve arról, hogy az egész kör egy ideológiát is gyártott, hogy miért nem szólt rá arra a tanára, aki a saját gyermekét próbálta behálózni. Sőt, hát olyanokat is mondott, ugye, hogy elfogadható, ha egy tanár masturbál egy gyerek előtt, ami szerintem ez már képtelenség, amilyen az dolgok az elhangzottak. Sipos ügy kapcsán kérdeztek rá, hogy a Sipos Pál volt az, aki lebukott a 2010-es évek közepén. Ő egy budapesti elit volt a tanára, a Ságvári Endrének, most már szem, hogy az a Trefort. óla a, ah, tehát Sorozatban szedte az áldozatait a, a gyerekek közül, a, a fiúk és a lányok közül is, a fiatal fiúk és lányok közül. Majd amikor lebukott, akkor ezt az ügyet elsikálták, és kinevezték a magyar televízióba ifjúsági ö, műsorokért felelős ö, főszerkesztőnek, és 2006-ban egyébként a Gyurcsány kormánytól kapott ö, szem, hogy lovakkeresztet is a, a munkásságáért. Majd amikor kipattant a botrány, akkor Spanyolországba menekült és ugye ő volt az, aki ezt a egészen elképesztő és undorító dolgot művelte a saját tanítványaival, és erre mondta azt a kőszek, hogy ez bizonyos keretek között akár elfogadható is. Bocsánata, csak hogy a, a, a hallgatók köszönöm, is. Hogy, igen, tisztáztad a kontextus, de önmagában ez a kijelentés már szerintem teljesen tarthatatlan. Egy Szülőként még inkább, hogy mondod, Ez, ez, ez minden elmond kőszeg Ferencről, tehát mindent elmond az, hogy itt ők, prüdériáról beszélnek, mindent elmond az egész magyar baloldalról, hogy vannak olyan szereplők, mint a 444 vagy, vagy egyébként Szunyok akik kiállnak Kőszeg Ferenc mellett, és, a, és az állításai mellett, és itt nagy humanistaként, meg, meg kiváló férfiként emlegetik őt ezek után. Azt gondolom, hogy ez, ez, ez mindennek az alja. De hogy hogy jutottunk el ide, hogyha szabad visszatérni az előző gondolatmenethez, Ugye itt van egy történeti szál, meg van egy, van egy hat, úgy tetszik, filozófiai szál. A, talán kezdjük az utóbbival. Itt ugye az a lényeg, hogy a liberális gondolkodásban az egyén szabadságának a kiterjesztése, az, az egy, ez egy ilyen permanens folyamat, tehát hogy ezt, ennek újabb és újabb lépcsőihez érkeznek el, ha úgy tetszik, haladunk lefelé, és amikor már azt gondolnák a jó jóérzésű emberek, hogy már nincsen lejjebb, akkor, akkor ez nem igaz, mert, a, mert ez a folyamat nem áll meg, folyamatos, és, és el, igenis elérkeznek ahhoz a lépcsőhöz, amin a, ott díszeleg a pedofília felirat, és nincsen megállás ilyen tekintetben. Nyugat-Európában egyébként ez a ehhez a lépcsőhöz már korábban elérkeztek a baloldaliak. A 68-as kultúrmarxista lázadások idején volt egy olyan tétel, hogy ezt, ezt, a fajta felszabadítást, ezt a szexualitás területére is ki kell terjeszteni, sőt a gyermekek szexualitásának területére is ki kell terjeszteni, és ilyen, hát nem minősítsük őket, tehát ilyen személyek, mint az egyébként az Európai Parlamentben a zöld frakciónak az elnöki tisztét egészen 2014-ig betöltő Daniel Kohn-Bendit, undorított történeteket írtak le, hasonlókat egyébként, sok esetben egyes számás személyben. Uh, van egyébként itt egy francia iskola, ha úgy tetszik, meg egy német iskola a, a franciákhoz kötném ezt a, a 68-as mozgalmat, akik, akik egyébként ö, kiálltak 77-ben, már később, 1977-ben, de ugyanez a kör, ugyanez az elit, kiállt egy petícióval, mert három egyébként gyermekeket molesztáló férfit próbáltak ők felmenteni, és, a, és igazából azt szerették volna elérni, hogy a jogszabályok úgy módosuljanak, hogy ezek a bűnelkövetők, ezek ne ö, kapják meg a méltó büntetésüket. Németországon is 60, a 60-as évektől bontakozik ki igazán ez a vonal. Itt volt egy bizonyos Helmut Kentler nevű pszichológus, aki tévében, rádióban egészen az ezredfordulóig sztárként futott. Mm. Ö, ő egyébként gyakorlatilag egy ilyen gyermekvásárt is üzemeltetett az elit számára, a német politika és gazdasági elit számára. A szociális háló aljáról lehalázta a gyermekeket, tehát ilyen mindenféle otthonokból, és gyakorlatilag kiutalta az ilyen pedofil személyeknek. Milyen mögött a filozófia? A így van, abszolút, nem... minden szempontból teljességgel a gyermekeket. Milyen mögött a filozófia? Az, Áll, az húzódik meg mögötte, hogy tulajdonképpen a pedofilok csak betegek. Uh, ahogy egyébként a magyar narancsnak az egyik írása is fogalmaz, amelyet, uh, amelyet későbbi publicisztikákban is megerősített a baloldalt, többek között Kőszeg Ferenc, um, e, e, ők azt mondják, hogy hát ez csak egy ilyen genetikai elváltozás, egy, egy ilyen neurológiai uh, probléma. Éppen ezért, ha úgy tetszik, sajnálni kell őket. El kell fogadni őket, és ebből hát jutunk ő az áldozat? el. a az Tulajdonképpen áldozat? ő az áldozat az ő szemükben, uh -huh. szögezzük le gyorsan, és így jutunk el a dekriminalizáció gondolatáig. Tehát, hogy őket itt kezelni kell, nem, nem szabad őket bántani. Ez a kőszegi gondolat, hogy nem szabad a büntetőjogi kategó büntetőjog kategóriájában kategóriáiban kezelni ezt a problémát, illetőleg a hatósági fellépés az mindenkinek csak árt. Itt egyébként Ö, megint csak a gyerekek oldaláról megnézve ezt az egészet, akik, akik végtelenül kiszolgáltatottak mindenféle értelemben, pszichológiailag is. Tehát ö, ö, ezeket a gyerekeket egy életre tönkre teszik. Ezekből a gyerekekből szülők lehetnének, ö, és hogyha elérkeznek, a, a közelmúlt egyik másik ügyért, ugye a, arról a katolikus papról van szó, aki most ugye kiugrott az egyházból, és mint kiderült, őt is zaklatták, és ugye ő is, hogy mondjam, az LMBTQ közösség tagja lett. Tehát ezek szerint igenis számít az, hogy valakit Igen. zaklattak egy gyermekkorában, mert, mert áldozat lesz, és mint áldozat tovább viszi ezt a, ezt a szerencsétlen sorsot. Igen, és egyébként Németországban akár a közel elmúlt években is volt állami szinten egy olyan kampány, ami egyébként a megelőzés álcáját hordozta magán, de ugyanezt a gondolatiságot vitte, azt a kérdést tették föl, hogy hát ő jobban szereti a gyermekeket, mint szeretné. Tehát ez a logika, hogy itt, itt ő erről nem tehet, és tulajdonképpen az elkövető az áldozat. És egyébként ez, ez általánosítható a liberál, liberalizmus és a liberális gondolkodás tekintetében, ez a fajta relativizálás. De azt gondolom, hogy itt, itt elérkeztünk egy olyan pontra, ahol, ahol azt kell mondani a minden jó érzésű embernek, hogy eddig, és ne tovább, mert itt már a gyerekeinkről van szó. És ezt egyébként a magyar választók kimondták a legkésőbb a tavalyi országgyűlési választással egy napon megrendezett gyermekvédelmi népszavazáson, ahol soha nem látott többségben, népszavazáson soha nem látott többségben álltak ki, amellett, hogy a gyermekeinket igenis hagyják békén. És azt gondolom, hogy kellően érthető volt ennek a kifejezése, és jó lenne, hogyha ezt figyelembe vennék a baloldali és liberális körökben is. Laci? Abszolút egyet kell értenem azzal, ami elhangzott, valami elképesztő, az a tempó, amivel próbálják a pedofiliát valamilyen szempontból a társadalom számára normalizálni és a torkán hát Már régóta kezditek, föl, a figyelmet az Alapjogi Két Központ munkásságának az egyik ilyen kulcseleme volt ez. Fölhív. Kezdettől fogva, mert látjuk azt a mintázatot, ami ide vezetett, ugye kezdődött az egész azzal, hogy hát szegény homoszexuálisok is csak betegek, és hogy Nekik is jár a boldogság, és akkor ugyanezt így ki lehet terjeszteni, hogy szegények, akik az állatokat szeretik, hát nem tehetnek róla, hogy olyan aranyosan néz ki az a ló, és akkor innen eljutunk oda, hogy a... már bár, bocsánat az erős képért, de, de ez nagyon erős téma, és nem véletlen, hogy egyébként őrzésű társadalmakban ezek abu témának számítanak. Nem muszáj róluk beszélni, mert az ellenoldal pedig folyamatosan nyomja a saját propagandáját, és valami elképesztő mértékben próbálják ezt keresztül vinni. Azt látjuk, hogy az elitnek, a liberális elitnek sok helyen ez passziója is, ugye elhangzott itt Németország, Franciaország. Ne feledkezzünk meg az Epstein-szigetről se Amerikában, ugye, ahol az amerikai milliárdos elit a különféle e, soros körök tagjai először jártak el e, szórakozni, szintén fiatalkorú lányokkal. E, gyanús módon Epstein, hogy nem, mielőtt vallomást tehetett volna egy e, kiemelt biztonságú cellában megöngyilkolta magát. E, valamilyen furcsa módszerrel, mert hogy azt, cipőfűző se volt nála, meg semmi. Tehát, az volt. Hát, eléggé gyanús körülmények között halt meg minden esetre. És hát ugye a, a, liberális médiának két szempontból van támadásra ezzel kapcsolatban. Egyrészt ugye folyamatosan tolják az érzékenyítést sokszor fő alatt, másrészt pedig bárkit, aki a pedofiliára, mint a következő normalizálásra szánt területre mutat rá a liberálisok részéről, azt elhordják mindenféle konspirációs teóriákban hívő, is isakos, a valósággal nem találkozó rémképek ellen harcoló bolond embernek, mikor egyértelműen kiderül az, hogy fő céljuk az, hogy valamilyen módon ezt az úri passziójukat is megpróbálják a társadalom számára elfogadhatóvá tenni. Hát régóta... <köhem> Tagadják, például azt, hogy a gyermekvédelmi törvényt is ők, ők teljesen máshogy hívják, és azt mondják, hogy a, hogy a pedofiliához semmi köze annak, amit, amit mondjuk az LGBTQ társadalom akar mondjuk az, az iskolákban és az óvodákban is már elkövetni. De ezek szerint, abból, amit, amit, amit Kőszeg mond, mert ő végül is azzal érvel, és az a fő érve, hogy nem szabad lefeküdni a kormánynak és a kormányzati propagandának, ezek szerint ez mégiscsak igaz. Így van, tehát ahogy mondtam, a logikai ívből egyértelműen következik. Tehát a gender propagandának, a gender ideológiának, a logikai ívéből következik az, hogy egyszer csak eljutunk ehhez a lépcsőhöz. Egyébként ez az, amire, ahogy mondtátok, az intézetünknek a főigazgatója már néhány évvel ezelőtt egy újságcikkben felhívta a figyelmet, Igen. ahogy azt is megírta, hogy itt ezt majd gyermek szeretetnek, vagy valami ilyesminek el fogják keresztelni. Lámlám lám, ennek az évnek az elején el, előjött egy efebofil, azaz lényegében gyermek szeretőnek önmagát annak nevező ö, személy, illetőleg pedagógiai asszisztens. És egyébként emlékezzünk meg arról is, hogy a baloldal lépte nyomon azt hangoztatta a népszavazási kampányban, hogy itt egy nem valós problémával próbál küzdeni a kormányoldal, és ehhez egyébként jelentős támogatásokat kapott külföldről, egészen pontosan az amerikai baloldaltól, hiszen pontosan tudjuk azt, hogy a, a, már csak az Action for Democracy 2022-es éves beszámolójából is, hogy ők nagyon, nagyon nagy erőt mozgósítottak annak érdekében, hogy ez a, ez a népszavazás ez elbukjon. Azt gondolom, hogy ilyen tekintetben nem sem sikerült a tervük, hiszen ahogy mondtam, soha annyian egy ügy mellett, egy irányban nem álltak ki Magyarországon népszavazás keretében, mint a tavalyi gyermekvédelmi népszavazás esetén. Kőszeg azzal is érvel, hogy szerinte az, hogyha valamilyen gyermeket abúzus ér, az még nem jelent a, az ő életében lelkitörést. Hát azt gondolom, hogy akkor konzultáljon a pszichológusával több okból is, tehát egyrészt kérdezek meg erről a véleményét, egyrészt, másrészt meg a, úgy tűnik, hogy egyébként is szüksége van rá. A, a, másik, a másik kijelentése pedig az, és ugye itt az áll problémára szeretnék utalni, hogy a liberális oldal azt mondta, hogy ez a gyermekvédelmi népszavazás áll probléma, hogy ő is tudott rengeteg ilyen esetről, és nem tett az ügyben semmit. Akkor mégsem áll problémáról van szó, nem? Abszolút nem. Hát ugye azt látjuk, hogy amire a liberális oldal azt mondja, hogy áll probléma, az egy nagyon komoly és vágó probléma általában. Ne feledjük, hogy annak idén a migrációt is 2015-ben először így próbálták elintézni. Ez csak egy fideszes áll probléma, amivel a valódi kérdésekről akarják elterelni a figyelmet. Aztán itt vagyunk 7 évvel, 8 évvel később, és azt látjuk, hogy még mindig probléma a migráció. Na most ugyanez a helyzet a pedofília esetén is. A probléma egészen addig, amíg nem sikerül normalizálniuk a, a saját elképzeléseik szerint, mert akkor kezdem kezel már ugye nem probléma, addig meg áll probléma, és valahogy a kettő között nincs meg az, hogy ez valójában egy tényleges probléma, ami ez zajlik. Ugye elhangzott itt a bizonyos pedagógiai asszisztens, ugye ne feledkezzünk el arról, hogy ellenzéki aktivisták, máshol is voltak ilyenek, például a szikromozgalomhoz szorosan kötődő személy esetén is kiderültek ilyen vádak, ugye ő is gyanús körülmények között lett öngyilkos, mondjuk így, nyilván nem tudjuk a, a valóságot teljes egészében ezzel kapcsolatban, Igen. de látjuk, hogy ilyen személyek nyomon feltűnnek a liberális oldalon, és próbálják a saját beteg vágyaikat valamilyen módon a többség számára elfogadhatóként prezentálni. Én azt nem értem, hogy miért van olyan ember, aki mentegeti Ferencet. Szóval én azt is tudom, hogy ő rendszerváltás politikus, rendszerváltó politikus, akkor fontos szerepe volt abban, tehát magában a rendszerváltásban. Ez rendben van, de attól még, amit most mond, az teljesen elfogadhatatlan. Egyrészt valóban tehát Köszeg Ferenc igazodási pont a bal oldalon, ahogy már szó is volt róla, a kiállt tavaly Márkizai Péter mellett, mint miniszterelnök jelölt mellett, és ilyen tekintetben is fontosnak és irányadónak tartották az ő szavait, mindig is körbeajnározta a bal liberális oldal. Másrészt pedig lássuk be, ezek az emberek hisznek ebben az ideológiában, és, és ahogy mondtam, haladnak lefele a lépcsőn, nincs megállás lefele, amikor mi már azt hinnénk, hogy nincsen lejjebb, akkor ők bebizonyítják, hogy de van. De ha ők tudnak a problémáról, és csak politikai szempontból mondják azt, hogy ez csak áll probléma, illetve ha, amikor kőszeg úgy érvel, ugye, Kőszektől elhatárolódott a Magyar Helsinki Bizottság, hogy ő az alapítója, majd ő egy dühös levelet visszajött a Magyar Helsinki Bizottságnak, hogy szerinte a Magyar Helsinki Bizottság csak azért határolódik el tőre, mert úgymond ennél dulvább szavakat használt, lefeküdt a kormányzati propagandának. De ha valaki csak abban képes gondolkodni, hogy a, az, hogy hagyják békén, békén a gyerekeinket, az politikai ügy, és nem a gyerekek érdekét nézi, azt ti hogy, hogy hívnátok? Tehát ez egész egyszerűen elképesztő. Tehát csak azért, mert a magyar kormány ebben az ügyben a gyermekek mellé áll, akkor neki a pedofilok mellé kell állnia? Hívná az ember a pedofil mentegetőket és mozdatókat őrültnek, de inkább nevezük őket a nevükön gonosznak. Uh -huh. Tehát az, azt gondolom, hogy, hogy ez ez a kategória az ő esetükben abszolút érvényes. Tehát amikor a kiszolgáltatott gyermekeinket, akik ránk vannak bízva, rá vannak bízva egy szülőre, rá vannak bízva egy pedagógusra akkor ezekért a gyerekekért nagyon komoly felelősséggel bírunk, illetve az ő irányukba. Aki ezzel a felelősséggel így bánik, azt nem lehet másként nevezni, mint hogy gonosz. Illetve én még azt mondanám, ezek nagyon narcisztikus személyek, tehát hogy alapvetően egy szülőnek a saját gyereke érdekeit kéne minden elé helyeznie. Ezáltal válik ő felelősségteljes és jó szülővé. Na most ezek az emberek minden elé nem a gyereküket helyezik, hanem a saját önmagukat. Az én, 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 én. Ez az egyetlen egy ideológia, ami őket szerintem sokszor mozgatja, hogy neki mi lenne jó, hogy ő milyen vágyakat érez esetleg, ezeket képes az elé helyezni, hogy gyerekeknek mi lenne a legjobb ez szerintem elképesztő önzőség, és ahogy mondtad, gonoszság is. Tehát valami rettenetes személyiség képük lehet ezeknek az embereknek, amikor képesek kiállni ezen gondolatok mellett. Még egyébként a Helsinki is dologhoz kapcsolódóan ugye alapító elnök volt egészen mostanáig, Erről a címről lemondott, ez szerintem egy kicsit megmosolyogtató, tehát hogy mostantól valaki más lesz az alapító elnök, vagy nem tudom. Uh, minden esetre ennek a egész ügynek a uh, lefolyása, és uh, hát ugye azért a baloldalon belül is voltak jó páran, akik uh, ha nem is ezeknek a szavaknak a ellenébe mentek, mert ez nyilvánvalóan egyet értenek mélyen, hanem ennek a politikai uh, szükségszerűségét vitatták, és... Uh, arra gondolna, hogy szerintük hiba volt ezeket a szavakat nyilvánosan kimondani, mert ez támadási felületet jelentett. Tehát egy kisebb ilyen belharc is elindult a baloldal ennek vonatkozásában, hogy akkor most a Gulyás Marcinak volt a -e igaz, hogy erre rákérdezett, vagy a kőszeknek, hogy ezt elmondta. Tehát, hogy ennek, ugye ez szemantikai kérdés egyébként, tehát a tényleges magjában egyetértenek azzal kapcsolatban, hogy ez így helyes. Hát ugye a sajtószabadság bajnokai, ahogy magukat magukat ez a másik. Magukat hívják, most amellett érvelnek, hogy tulajdonképpen a Gulyás Marcinak nem kellett volna rákérdezni. Nem élet, lett volna szabad, nem lett, szabad igen. Nem lett, igen. igen. Tehát már egyfajta öncenzúrát kellett volna gyakorolni az interjú során. Igen, és hát egyébként ez, hogy most egy kicsit végre egymással vannak elfoglalva, és egymástól ég, mi egyébként a legszebb baloldali tradíciók egyike a egymásnak a gyilkolása ez ugye, hogyha nem egy ilyen szomorú témáról lenne szó, szóval akkor mondhatnánk, hogy mi csak egy kávét kérünk ezzel kapcsolatban, de nyilvánvalóan ennek az apropója olyan szinten felháborító az ember számára, hogy nem intézhetjük el ennyivel, de minden esetre azért látszik, hogy ez az egész esemény sorozat, ez hullámokat vetett a bal oldalon belül is. Komoly hullámokat, illetve lesz ennek majd a, a másik végéről szó a második felében a, a műsornak, de nem tudom, János, benned maradt -e még valami az, a, az ügy kapcsán? Tehát azt gondolom, hogy az, az, az oldal, azzal az oldallal kapcsolatban a magyar választók, és főként a magyar szülőknek, ö, amely oldal ö, mentegeti ezt a szereplőt, ö, nagyon komolyan el kell gondolkodni akkor, amikor a, el kell gondolkodniuk akkor, amikor a szavazatukat leadják. Mert hogyha ez az oldal döntési helyzetbe kerül akár a gyerekeinkkel kapcsolatban, ö, mert hogyha kormányzati hatalomba kerülnének, akkor ez megvalósulna, akkor a következmények azt gondolom, hogy beláthatatlanok volnának. Legyen ez most a végsző. végszó. Önök az igazság óráját, az alapjogokért központ és a Hírefem közös műsorát nézik. Hallgatják pár perc, és jövünk vissza a második részre. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Hírefem közös műsora. Dort Feld Lászlóval és Zila Jánossal, én Círiák Imre vagyok. Valami történik a Soros Birodalomban, érintőlegesen volt erről már szó az előző részben is. A múlt pénteken ugyanis minden olyan magyarországi szervezet, amely részesült a nyílt társadalom alapítványok támogatásából, kapott egy levelet. A tájékoztatókat az alapítvány munkatársai azért küldték szét, hogy értesítsék a magyarországi szervezeteket is az OSF, azaz a Nyílt Társadalom Alapítványok igazgatótanácsának legutóbbi döntéséről, melynek értelmében a szervezet lényegében megszünteti tevékenységét az Európai Unióban és a világ más részeire helyezi át a forrásait. Győzelem? Meghalt a cselszövő? Nem dólarút kiszány? Azt gondolom, hogy nem ringathatjuk magunkat abban az álomban, hogy ezt a vadat a konzervatív oldal. Ö, könnyen elintézhetnénk azzal, hogy a, az Open Society Foundations-nek a szóvivője viszonylag gyorsan reagált a sajtóban megjelentekre, és elmondta, hogy semmiféle kivonulásról nincsen szó, ö, tehát egyfajta perestroika és glasnost történik tulajdonképpen, tehát egyfajta átszervezés, reméljük, hogy a korábbiakhoz hasonló sikerrel. A, de azt gondolom, hogy erről ez több-többet érdemel, vagy több-többet érdemes erről a témáról beszélnünk, hiszen a soros birodalom, vagy a nyílt társadalom hálózata az már olyan mélyen gyökerezik az európai közéletben, hogy azt gondolom, hogy, hogy teljességgel kiplánt, kiplántálhatatlan, és az ezzel folytatott küzdelem ö, még hosszú időt vesz majd igénybe. A három, három fő gyökeret szeretnék itt megemlíteni, amelyel benne gyökerezik Európa közéletében a nyílt társadalom hálózata. Az egyik, hogy ott vannak a politikai szférában, a másik, hogy ott vannak az NGO-szférában, a harmadik pedig, hogy a média területén is nagyon jelentős szerepet játszanak. Ha a politikai szférában játszott szerepükre gondolunk, illetve ezt veszük magunk elé, akkor érdemes talán kitérni arra a kiszivárgott listára, ami néhány évvel ezelőtt került nyilvánosságra, egyébként pont az Open Society Foundations adattárából, amely tartalmazta azt, hogy mely európai parlamenti képviselők a szoros szövetségesei úgymond Soros Györgynek, vagyis vannak lényegében az ő zsebében. Ennek a, ennek a hálózatnak a működése egyébként, vagy ez a, ez a fajta összefüggés fölsejlett a, az Európai Parlament korrupciós, korrupciós botrányok botrán kapcsán is. is. Ez ugyanaz De, a hálózat lényegében. Így van. De gondolhatunk itt egyébként a magyarországi baloldalra is, amelyet amelyek kapcsolatban, ha máskor nem, a guruló dollárok botránya kapcsán egész egyért, egészen egyértelműen kiderült, hogy az amerikai baloldal zsoldjában állnak, amelynek legfőbb és leg, egyik legjelentősebb támogatója Soros György. Azt az, hogy az NGO szférában ott vannak, azt hiszem, hogy nem kell hosszasan ecsetelni. Ezzel kapcsolatban csak egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy Brüsszel a 7 éves, a következő 7 éves keretköltségvetés kapcsán, azt hiszem, hogy talán tavaly évben, de ezt majd Laci lehet, hogy kiigazítja. háromszorosára, a lényegében háromszorosára emelte az NGO-knak, vagyis lényegében ennek a soros szervezeti hálónak a finanszírozását. Itt 1,8 milliárd euróról beszélünk egy 7 éves időtávon. Uh -huh. Nem beszélve arról egyébként, hogy a, azok a azok az aktivisták, amelyek közül talán egyet már meg is említettünk, Golyás Márton szemében, akiket ők drága pénzen és sok-sok verítékkel kiképeztek, azok nem fognak elmenni sehova. Ezek a szervezetek itt maradnak, ezek az aktivisták itt maradnak, ezek a politikusok itt maradnak, és itt marad a médiabirodalom is ahol egyébként a, a, finanszírozásban szintén egyre nagyobb szerepet játszik Brüsszel. Gondoljunk csak a, arra a konzorciumra, amelynek az élére az AFP-t nevezte ki szintén az Európai Bizottság 2021-ben, és, amely, és amelynek az egyik, hát úgymond kedvezményezetje a 444, tehát az a, az, a, az, az orgánum, így van, az az orgánum, ami, amelyet sokszor emlegetnek a jobboldali médiában soros blokként nem véletlenül, hiszen korábban a legfőbb finanszírozójuk az mindenképpen a soros birodalom volt, illetőleg is tulajdonosként is beszálltak ebbe a, ebbe a médiumba. Tehát az egyrészt azt mondhatjuk, hogy úgy mennek, hogy jönnek, és azt gondolom, hogy, hogy csak rejtettebbé válik a, a soros birodalomnak és hálózatnak a a működéssel. Másrésztről talán egy picit a, 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 a gép forog, de az alkotó egy picit megpihen, de, de csak úgy módjával. Tehát bizonyos finanszírozási feladatokat kiszerveztek Brüsszelnek, és ezzel egyébként lényegében az európai adófizetőkkel fizettetik meg a soros hálózat működésének árát. Profitot termelnek itt is. Abszolút, és szerintem ez nem véletlenül most zajlik le, ez az átalakítási folyamat. De. Ugye Alex Soros került most már a birodalom élére, és ő azzal az ígérettel lépett trónra ezzel a képletesen, hogy ő ígéretet tett arra, hogy majd még politikusabb lesz, mint az apja volt. Ugye az apja azért alapvetően élete végéig egy spekuláns marad. Hát ezért volt furcsa ez a hír, mert ugye Alex Soros letette a nagy esküt, hogy ő még jobban fogja vagy még, még határozottan van, és még, még inkább politikusan fogja csinálni, majd bejelentik azt, hogy kivonulnak az EU-ból ezeket. -től. Hát szerintem ez már önmagában egy politikai húzás volt, vagy ezt így bejelentették, altatni a közvéleményt, ez valószínűleg hát, része. Nekem nagyon gyanú is volt, hogy esetleg azt szeretnék, hogy, hogy kiugorjon a nyúl a bokorból, tehát hogy ki az, aki oda megy New Yorkban a soros rezidencia, rezidenciához tüntetni, hogy ne, ne vonuljatok ki, maradjatok, maradjatok még. Tehát egy, egyfajta egy ilyen, ilyen hűségteszt, mondjuk például az Alex Soroshoz, hogy ki, ki az, akire számíthat. Elképzelhető, meg nyilvánvalóan az apja, miután nem egy politikus alkat volt, egy elég széles körbe gyűjtött uh, kitartottakat maga köré, uh -huh. és szerintem racionalizálni akarja ezt a birodalmat, hogy csak a valóban tényleg 100%-ig elfű és tökéletesen megfelelő személyek maradjanak ott, mármint az ő szempontból megfelelő személyek, mert én szerintem elég valószínű, hogy sok esetben ilyen haszonlesők is becsatlakoztak erre a vonalra, akik nem feltétlenül tényleges ideológiai elkötelezettségből csinálják ezt, hanem azért, mert pénz van benne. Én úgy gondolom, hogy ezeket a vonalakat akarja most a legsoros leépíteni, illetőleg én el tudom képzelni azt, hogy sokkal direktebben próbál majd meg a politikára hatni, Ugye azért eddig a Soros Birodalom működés olyan volt, ami a háttérbe zajlott, és különféle csápakon keresztül avatkozott be a politikába. Én el tudom képzelni azt, hogy a sokkal direktebb politikai színrelépés elkövetkezhet most a legsoros ideje alatt. Még visszatérve egyébként, amit Jani említett az EP igen. képviselőkre, akik a Soros Zsoltban álltak. Fontos megjegyezni, hogy az ő számukat összeadva gyakorlatilag nagyobb frakciója az EP-be Soros Györgynek volt ami azért úgy gondolom, hogy egy elég jelentős befolyást jelez az ő részéről Európában. És valóban az is tény, hogy ennek a hálózatnak a finanszírozását már nem feltétlenül a saját zsebből kell csak megoldani, hiszen az Európai Bizottságtól érkező pénzek majdnem ugyanúgy hasznosolnak, mintha maga a soros birodalom utalta volna ki ezeket, hiszen ugyanazok a kedvezményezettei, ugyanazok a szereplők, és gyakorlatilag utasítást így onnan fognak kapni, mint eddig csak máshol meg lehet oldani az ő finanszírozásukat. Tehát, hogy szerintem ez alapvetően egy racionalizálása ennek a fennálló soros és elképzelhető, hogy valamilyen szinten egy hozzáállás és beli váltást is jelent majd, és sokkal direktebb politikai beavatkozásokkal. Na de én a helyükben nem lennék nyugodt, amikor arról van szó, hogy mondjuk helyett, a soros alapítványok helyett az európai unió fizet engem, hiszen azért ez bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Tehát ott a politikai alkuk vannak, lehet, hogy az el következő LP választáson nem úgy alakulnak az erőviszonyok, ahogy ezelők számolnak. Hát azt gondolom, hogy az eddigi hosszas gyakorlat az, az őket igazolja, hiszen a, csak a, ismét az Európai Parlament korrupciós botrányára tudok hivatkozni. Tehát ott aki megjelent és a kasszában el, elhelyezte a mondott összeget, az, az érvényesült, az ő akaratát azt végrehajtották, függetlenül attól, hogy hogy egyébként hova tartozott, melyik frakcióhoz az adott képviselő, bár hozzáteszem, itt nagyrészt a szociálista frakcióról beszélünk ebben az esetben, de például Ursula von der Leyennek az SMS botránya, aki, a, a, annak az Ursula von der Leyennek az SMS botránya, akihez egyébként a... A bizottsági elnökségének kezdetén ö, nagyobb reményeket fűzött, azt gondolom, hogy a, akár a magyar nemzeti oldal is. Ö, ez, ez is sok mindent elmond. Tehát ö, abszolút érvényesíteni tudják az akaratukat. Ráadásul az a kép bontakozik ki, gondoljunk csak a háborúra, ami az Európai Unió legfontosabb, az Európai Uniót legfont, legerősebben, legélénkebben érintő problémakör jelenleg. Tehát ebben a kérdésben Európa túlnyomó része abszolút beállt abba, abba a háborúpárti irányvonalba, amely azt gondolom, hogy alapvetően Európai érdekekkel, az Európai érdekekkel nem összeegyeztethető, az amerikai baloldal érdekeivel és elképzeléseivel viszont abszolút. És megint csak arra kell, utalni, hogy Alex Soros gyakorlatilag úgy jár be a mint hogyha, mintha hogyha csak a nappaliban menne át a konyhából. Tehát ez a fajta érdekérvényesítés azt gondolom, hogy sajnos a jövőben sem fog letörni, és, és ezt a küzdelmet ezt még nagyon hosszú ideig kell folytatni az európai konzervatívoknak. Akkor azt mondjátok, hogy Soros nem vészel, csak átalakul? Abszolút ez a helyzet, és ahogy Jani is mondta, ebben a rendszerben az EU-nak és az európai polgároknak a vazzalatos szerepét szánják. Tehát ők azok, akik gondosan végrehajtják a soros birodalom által a tengeren túlra adott parancsokat, függetlenül attól, hogy Európának ez mennyire érdekel. Ugye az EU két legfontosabb alapértéke, amelyre az egész projekt épült, egyrészt a béke, ez nagyon fontos, és a jólét, ugye ez a kettő szorosan összefügg, amíg béke van, jólét is lesz, onnantól kezdve, hogy ez nincsen jólét, nincsen béke, és hogy nincsen béke, nincsen jólét. Tehát ez nagyon fontos összefüggő értékek. Európa ezt feladta önként azáltal, hogy a háború párti álláspont mögé állt be, és végtelenség finanszírozni akar egy megnyerhetetlen fegyveres konfliktust. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy bármit át tudnak vinni Európán, függetlenül attól, hogy hogy fog kinézni az EP összetétele, mert hogy a néppárt az már nagyon régóta, hát ha nem is csatlakozott -e ez a hálózathoz, de kiszolgálja annak az érdekeit. Én nem láttam, hogy a néppárt akár 2015 óta bármikor érdembe szembe ment volna a szocialistákkal. Hiába nagyobb frakció egyébként papíron. Tehát azt látjuk, hogy az EP-t azt tökéletesen leuralták, és az Európai Intézmény Rendszer más pontjain is tele vannak az ő embereikkel. Az Európai Bizottságban, az Európai Unió bíróságos, nagyon sokszor ugye a föderalista érdekek mentén szokott itt elkezni. Tehát az egész Európai Intézmény Rendszer gyakorlatilag megrontotta ez a soros Birodum a politikai korrupció segítségével. Hát, hogy ki tudja, mert ahogy volt, hogy János is mondta tulajdonképpen, ugyanazt az infrastruktúrát használták föl a, a korrupciós botrányban, amit kiépített, kiépített a Soros Birodalom. Tehát az a, azok az alapítványok például, amit a korrupciós pénzt kapták, azok is mindenféle ilyen progresszív most nem tudok konkrét példában, de ilyen progresszív neveket találtak ki, ami átfolyatták a, a, korrupciós pénzeket. Valami a, a büntetlenségről egyébként, ami elég mókás a botrány szempontjából. Hát ezek is ilyen mindenféle ilyen szatelit alapítványok voltak, és így mosták, mosták tisztára abs a pénzt. Abs abszolút, azért is mondom, hogy a soros bürodalmon keresztül vált normává a európai intézményrendszerben a politikai korrupció, ők hozták be ezt gyakorlatilag. Nekem mint a No Peace Without Justice nevű szervezet. Azaz, az 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 igen, igen, az is, az így, is volt. van, ez nincs, nincs van. béke igazság nélkül, ugye? Ezt így lehetne így lefordítani talán. De, de, hogyha még szabad valamit itt megemlítenem, illetve hozzátennem, tehát a, a ezeknek a, az alapítványoknak, tehát az, az Open Society Foundations-nek a, a szóvivője ugye reagálta a reagált a sajtóhírekre, és egyébként elmondta azt, hogy továbbra is támogatni fogják a civil szervezet, civilnek mondott szervezeteket, ezek között pedig kiemelte az Európai Unió külpolitikájával foglalkozó szervezetet. Nem tudom, hogy mi az első asszociációtok, mi, mire gondoltok elsőként, mi az első fogalom, ami a, az Európai Unió külpolitikájáról jelen helyzetben eszetekbe jut. A háború. Tehát azt gondolom, hogy az üzenet az az egészen egyértelmű. Tehát a háborúra akarnak koncentrálni még jobban? Hát továbbra is koncentrálni fognak a háborúra, inkább így mondanám. Uh -huh. Igen, ez abszolút látszik. Tehát, hogy vannak ezek a különféle olyan ö, hát most értékeknek nem igazán lehet ezeket nevezni, ezek az antiértékek, amelyeket képvisel ez a soros birodalom, és amelyeket szeretne normálvá tenni, ilyen például. Beszéltük a... már egyébként, hogy lecserélték a régi ehhez, ez a ez a make sex, no war, vagy valami hasonló? Mi, hogy is volt ez a... a, igen, ez a igen, igen, háborús, igen, szeretkezne háborús, 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 szeretne, ne, ne, ne szeretkezne. Igen, igen, mert ugye gyermekeket szülni az ebben a, a katasztrófában ez ugye nem szabad, helyette a harmadik világból importáljuk be az elkövetkezendő generációkat migráció formájában. Ez az ő jövőképük kiegészítve azzal, hogy ha születik is gyerek, akkor legalább mindenképp legyen transgender, mert akkor az már legalább egy fokkal jobb, mintha egy ilyen fehér hetero gyermeket hozna valaki világra. És ugye így lett a migrációból gender, és hát nyilván mindez szorosan kapcsolódik a háború kérdése is. Én biztos vagyok benne, hogy nem az ukrajnai háború lesz az, az utolsó olyan, ami mögé teljes mert szélességgel be fog állni a soros birodalom. Még több háború jöhet szerinted? Én úgy gondolom, igen. Ugye a Balkán is vannak aggasztó folyamatok, Egyensége. a Koszovóra tekintünk, tehát én úgy gondolom, hogy a soros birodalomnak kifejezett érdek az, hogy lángba boruljon a világ. Mert hát a Balkánon szintén aktívak, nagyon aktívak, ez, ez, ez tudva levő. Abszolút, az egyik fő... Pont a, a kiszivárgott iratokból a Hilari kampányban, amikor lényegében a Hilari, mint külügyminiszter, a soroséknak a, az érdekei alapján járt el a balkáni amerikai politikával kapcsolatban. Abszolút, és nem véletlen, hogy tovább akarják növelni, deklaráltam most a jelenlétüket. Tehát az a céljuk, hogy destabilizálják mindenhol a társadalmakat a világban. Ez egy bevált, úgymond forradalmi eszköz egyébként, mert hogy azáltal lehet egy társadalmat nagyon könnyen átalakítani, hogyha olyan rossz szintre kerül a társadalomnak a szervezettsége, hogy bármit át lehet rajtuk tolni. De akkor még több mindenféle arab, meg nem tudom, milyen tavasz, meg mindenféle majdan, meg egyéb ilyen dolgot terveznek szerint, szerintetek? szerintetek? Én, meg vagyok róla győződve, hogy ez nem valaminek a, a vége, amit Ukrajnában látunk, hanem valaminek a kezdete, és még több ilyen hasonlóra számítok a jövőben. Főleg, hogy mindeközben ugye az amerikai Egyesült Államok az nagyon küzd azért, hogy a világnak az egyetlen egy domináns hatalma maradjon, miközben a világ többi hatalma, amely nem az amerikai érdekszfélának a része, az most követeli a saját beleszólását a világ alakulásába. És azt látjuk, hogy nem mindenhol működik az, mint az EU-nál, hogy elintézik azt, hogy ne ugráljon az EU azáltal, hogy a politikai elitjét politikai korrupcióval hozzácsatolják a saját országuk vazallusaként. Azt ez a modell ez nem működik mondjuk Kínában, oda hiába települne be a, a soros hálózat, vagy nem működik Indiában. olyan egyébként stabilan nyugati szövetséges volt hosszú időn keresztül, de el, elintézték ezek a liberálisok és a soroshoz hasonló alakok azt, hogy India gyakorlatilag ellenséges legyen már a nyugattal szemben. Hát, hogy Amerikában intézték azt, hogy Soroshoz közel álló ügyészek egy elnök jelöltet, már nem tudom hány száz év börtönnel fenyeget. Igen, már ilyen 600-600-nál is több évről van szó. Annyi egészen biztos, hogy amikor az amerikai választók a... És akkor mi van Navalnia? Kérdezhetné az ember. Igen. Tehát, hogy, hogy amikor. A párhuzam az nem? Nincs? Igen. Igen. Tehát e, igazság szerint, amikor e, a baloldal jut hatalomhoz az Egyesült Államokban, és a demokraták ragadják magukhoz az elnöki széket, akkor e, sorra azt látjuk, hogy a világ valamelyik pontja az lángokba borul, és hullanak a demokratikusabbnál demokratikusabb bombák. E, ez most fájúan közel került hozzánk. E, és azt gondolom, hogy hogy Európa érdeke ezzel kapcsolatban uh, egészen egyértelmű, hogy Magyarország érdeke is egyértelmű, uh, és egyértelmű, uh, és szomorú képet fest az, hogy Európa ezeket az érdekeket mennyire tudja érvényesíteni. Uh, Hála hál istenek, Magyarország ö, ellen tudott állni annak a, annak a befolyásszerzési befolyásszerzési kísérletnek, amit, ami a tavalyi választáson nyilvánult meg. Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Hírefem közös műsorába. Dorfeld Lászlónak, az Alapjogokért Központ vezető és Zila Jánosnak, az Alapjogokért Központ elemzőjének. Köszönjük a mai beszélgetést! Köszönjük, Köszönjük. szépen! Nézőinknek és hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, búcsúzik a mai műsorvezető Círják Imre. Ne felejtjék, műsorunkat megtalálják a YouTube csatornánkon és a Spotify csatornánkon is.